Új főigazgatója van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatalnak, dr. Polgári András főigazgatói kinevezése február 7-től hatályos. Polgári András új megbízatása előtt Nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatalának adóosztályát vezette. Itt van velünk a stúdióban, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Gratulálunk a kinevezéséhez. Fontos volt megemlíteni, hogy hol és milyen tisztséget töltött be ezt megelőzően. Kezdjük akkor azzal, hogy hány évet töltött el ezen a területen? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis 12 év közigazgatási életpályá mögöttem jelen pillanatban, ami remélem egyébként végig fog kísérni az életem során. Eddig mindig az adóigazgatásban dolgoztam, úgy gondolom a ranglétrának minden fokát sikerült bejárni. Csoportvezetőből osztályvezető helyettessé, majd osztályvezetővé váltam, és most ez egy hirtelen ugrás, de én úgy gondolom, hogy a közigazgatás nekem az életem mottójává vált. Milyen lesz az új feladata? Miben fog változni a feladata? Sokkal szerteágazóbb ez a kérdéskör. Nyilvánvalóan itt már nem csak egy speciális adóigazgatási témakörben kell gondolkodni, hanem az ember életét végigkísérő közigazgatási, államigazgatási szektor minden palettája ide tartozik. Ugye ez rengeteg ügykört is érint, több mint 1500 ügykör tartozik ebben az esetben, ugye nyilvánvalóan a kormányablakokhoz is. Tehát nyilvánvalóan a kormányhivatalhoz tartoznak a járási hivatalok és a kormányablakok is, úgy ezáltal az ügyfelek mindenhol találkozhatnak velünk, és minden ügykört egy helyen tudnak intézni. A kormányhivatalok integrációja, illetve a szervezeti átalakulás is az elmúlt években, de 2016-ban volt egy nagyobb szervezeti átalakulás, átalakítás. Egyrészt az osztályok, tehát a működés, a belső struktúra is átalakult, másrészt pedig kaptak még, ha fogalmazhatok így, új eddig, vagy azt megelőzően önállóan működő igazgatóságokat, intézményeket. Átlátható ez az új struktúra? Most nekem még egyelőre nyilván a tanulási fázis van, én is csak látom azt, hogy mi van, nyilván tanulmányozom, de úgy gondolom, hogy ez az ügyfélbarátság, ami megjelent ezzel az átszervezéssel, az pontosan azt a célt indukálja, hogy az ügyfelek minél gyorsabban, minél hamarabb egy megszokott eljárás rendben, egy hivatallal legyenek kapcsolatban. Ez nyilvánvalóan a szolgáltató közigazgatás erősödését jelenti, illetve az ügyek gyorsabb intézésének az origója lehet. Egy időben elkezdtek a kormányablakok elszaporodni, megsokasodni. Most már nem csak járási szinten, hanem kisebb városokban is elérhetővé válik az ügyintézés az állampolgárok, az emberek számára. Ez a rendszer, ez a felépítés, ez a struktúra jó-e, elég-e, elegendő-e, vagy még közelebb kell, vagy kellene vinni a közigazgatást az emberekhez? A 2004-es közigazgatási eljárásról szóló jogszabályoknak pontosan az volt a lényege, hogy az egyablakos ügyintézés, a szolgáltató közigazgatás a mindennapokban jelenjen meg. Ne kelljen az ügyfélnek sokat utazni, hogyha az ügyeit el akarja intézni. Ne több hivatal ajtaján kelljen kopogtatni, becsengetni, hogy intézzék el az ügyét, hanem egy ablakban, egy helyen tudja ezt elintézni. Ezért is fontos egyébként a közigazgatás, illetve az államigazgatás ügyfélhez közelebb vitele, pontosan annak érdekében, hogy az ügyek, az ügyintézési határidők rövidüljenek. Éppen azért, mert ez úgy gondolom a társadalom jogos igénye. Egyrészt a szervezeti átalakítással ezt el lehet érni. Másrészt mi kell még ahhoz, hogy ügyfélbarát legyen a közigazgatás? Én úgy gondolom a szolgáltató jelleg erősítése, másrészt pedig az a fajta motto, amit én az apparátus értekezeten is a beszédem központjává tettem, a családszemlélet. Ugye ez azért fontos, mert hogyha együtt egy családként tudunk dolgozni, és az ügyfeleket partnernek, sőt, ugye nyilvánvalóan a mindennapjaink részének, és ők is el tudnak minket fogadni a mindennapjaik részévé, akkor ezzel a közelséggel, ezzel a fajta szemlélettel én úgy gondolom, hogy egy modern és ütőképes közigazgatás építhető fel. Milyen újfajta feladatokkal találkoznak, vagy akár problémákkal találkoznak a hivatalnokok manapság? Tavaly előtt volt egy komoly informatikai rendszerre való áttérés is. Lehetett arról is hallani, hogy több állami támogatás jutott a hivatalnokok informatikai képzésére, képzettségére, tehát gondot fordítanak a tanításukra, a képzésükre is. Ez csak egy szegmens, de gondolom, hogy vannak újfajta feladataik is. Természetesen, hát nyilván ugye a szolgáltató jelleg, ezt nem tudjuk eleget hangsúlyozni. Ahhoz, hogy ha bemegyek a boltba és megfelelő minőségű árura szeretnék szert tenni, nyilvánvalóan itt is a közigazgatáson belül is azt kell elvárni, hogy folyamatos képzés, folyamatos tanulás kísérje végig az ott dolgozók életét is, mert nyilvánvalóan modern élethelyzetekhez modern módon kell alkalmazkodni. Ezért is fontos az, hogy mind informatikai fejlesztések, mind pedig ugye a képzések során a kollégák alkalmasak legyenek arra, hogy a mindennapokban tudják kezelni az újabbnál újabb problémaköröket, mert problémákból mindig vannak, és nyilván nekünk ezeket kell orvosolni.
orvosolni. Azért hoztam ezt szóba, mert hogy körülbelül a kormányablakok informatikai fejlesztésére az elmúlt időszakban már 40 milliárd forintot fordítottak. Ebben eszközbeszerzések, képzések és egyéb más fejlesztések is voltak, vagy beruházások is voltak. Fontos lenne ennek az e-közigazgatásnak a kiterjesztése, kiszélesítése, milyen lehetősége lesz ennek a jövőben? Nyilvánvalóan az előző munkakörömben is itt is megjelenik az, hogy az elektronikus ügyintézésnek az erősítése. Ugye nyilvánvalóan ugye a kormányablakokkal lehetővé válik a fizikai tapasztalása az ügyfeleknek. Viszont hogyha az elektronikus felületté át tud avanzsálódni, amikor az ügyfélnek valóban be se kell már fizikailag menni sehová, hanem nyilván otthon tudja elintézni a dolgait, és ugye ez most már egy tág paletta, amit most már elektronikus formában is lehet intézni, akkor úgy gondolom ez a modernitásnak az áloga is jövőképe lehet. Ugye említette, hogy több mint 1540 ügykör, de most a legújabb információk szerint 2016. januárjától 80 új NAV ügyfélszolgálati rész is nyílt, vagy megnyílt a kormány ablakokban. Természetesen ez megyénként, járásonként változó, hogy hol nyitották meg, meg kísérleti jelleggel, de hogyha megnézzük azt, hogy miben és mennyire fejlődött a kormány ablakok szolgáltatása, akkor mi az, amit ön kiemelne, és azt mondaná, hogy ez egy kulcskérdés, ezt fejleszteni kell a jövőben is. Milyen tervei vannak? Úgy gondolom, a legfontosabb valóban az egyablakos ügyintézés megteremtése, hogyha nekem bármilyen jellegű problémám van, azt egy helyen határozottan és hatékonyan tudjam elintézni, és ehhez valóban a fejlesztés csak egy irányba mehet, minél több ügykört a kormányablaki szintre oda avanzsálni. Nézzük a közigazgatási rezsi csökkentést, ez egy óriási program volt az elmúlt évben. Milyen eljárási díjak csökkentek, szűntek meg, vannak-e tervbe véve még különböző más egyéb díjak, amiket be fognak ide sorolni? Azt is tudjuk, hogy az új személyigazolványért például már nem kell fizetni. Így van, a kormányzat elkötelezett annak érdekében, hogy a állami bürokrácia csökkentése ilyen formában is megvalósuljon. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy folyamatos párbeszéd alakult ki, nem csak a hivatalok egymás között, hanem a hivatalokhoz az ügyfelek beadványokkal élhetnek olyan irányban, hogy mit gondolnak még jobbító szándékú gondolatként. És ez a jobbító szándék, ez a párbeszéd viszi előre ennek a társadalomnak a jövőjét, ugyanis hogyha valóban az emberek a mindennapjaikban tudják tapasztalni, hogy mind kell javítani, akkor mind az állami szektor, mind pedig az önkormányzati szektor tud erre pozitív lépéseket tenni, és ez a fajta zálog, ez a fajta mottó lesz itt a jövőkép. Volt egy széles közvéleménykutatás is ebben a témakörben tavaly, ebből mi szűrődött le? Milyen üzenet jött át? Azért, tehát, hogy az ügyfelek nyilván, ugye itt volt egy felmérés is, az ügyfelek elégedettek azokkal a változásokkal, amelyek az elmúlt években megjelentek az államigazgatás területén, másrészt nyilván vannak még javítandó dolgok, sőt, ugye ilyen bürokrácia csökkentő tételek is, feladatok is felmerültek, hát nyilván azon dolgozik a szakma, hogy ezeket minél gyorsabban tudja átültetni a mindennapi gyakorlatba, a jogszabályokba, beemelve tudja ezt minél gyorsabbá tenni. Itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a hivatalokban van-e szakemberhiány egyébként? Mert sokszor azt halljuk, hogy az állami szférában sokan dolgoznak, még azt is halljuk sokszor, hogy túl sokan dolgoznak, de bizonyos területeken mégis van hiány. Mit tapasztalnak most? Én egyenlőre, hogy áttekintettem a szervezetet, azt kell, hogy lássam, hogy a nyíregyházi, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal maximálisan fel van vértezve azon szakemberekkel, akire itt szükség van. Ez egy ütőképes csapat, nagyon jó híre van ennek a kormányhivatalnak. Azt látom, hogy szakmailag elégedettségi mutatók azt mutatják, hogy mind az ügyfelek, mind pedig természetesen az igazgatás minden paramétere elégedett az itt folyó munkával. Ezt csak jobbítani lehet, de úgy gondolom a szakemberekben jelen pillanatban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nincsen hiány. Főigazgató úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is.